A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, államalapító Szent Királyunk ünnepe, és nagyon-nagyon fontos, hogy ehhez esztendőről esztendőre kimagasló programokkal csatlakozik az Alba Régia Tánc Együttes, és hát itt volt nekünk most a Folk Fesztivál 3 napon át pazar programokkal. Népi kultúra barátai azt hiszem örvendezhettek 3 napon át, de ez viszont most már így van ám 75 éve lassan, hiszen jövőre lesz 75 éves az Alba Régia Tánc Együttes, és éppen ezért egy külön öröm, hogy az ünnepen augusztus 19-én a Budapesti Vigadóban Majoros Róbert és Juhász Zsófia táncegyesület elnöke átvehette a Csokonai Vitéz Mihály díjat. Vendégem Majoros Róbert, szervusz! Szervusz, köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. A mostani augusztus 20-ához és a díjhoz pedig különösen. Hiszen ez a díj, ez egy olyan elismerés, amelyet a nem hivatásos amatőr színjátszás, vers, prózamondás, bábjátszás, kórus, zeneművészet, táncművészet, hagyományőrző, tárgyalkotó és előadó népművészet során egy olyan csapatok vehetnek át, akik megfelelnek azoknak a nagyon-nagyon komoly kritériumoknak, ami általában a magyar népművészetet jellemzi, ha tovább szeretnénk adni. Mennyire jelent ez megerősítés számotokra? Ez nagyon fontos díj. Minden díj fontos igazából, meg minden díjnak örülünk, de azt gondolom, hogy az amatőr néptánc mozgalomba, az amatőr néptánc együttesek körébe ez a Csokonai díj, ez egy nagyon első helyen lévő díj. Úgyhogy nagyon büszkék voltunk, és nagyon örültünk, amikor meghallottuk ezt a lehetőséget, és nyilván ez most így nagyon jól összecsenk, hogy nem sokára 75 évesek vagyunk, és akkor nyilván ez a díj, ez szól a mostani generációnak, szól az eddigi generációnak, szól a táncegyüttesen kívül a munkatársainknak, mindenkinek, aki itt együtt dolgozik velünk, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk, és örömmel vettük el. Rendkívüli méltóság kíséri a mindennapjaitokat. Ehhez viszont kell a folyamatos felépítmény. Ugye az elmúlt időszakban mi is beszámoltunk róla, ott volt a névelhagyó, hiszen a Pulutyka csoport egy csoda csapat, amelyet te magad, illetve lelked jobbik fele Szabó Vera készített fel, és kiderült, hogy fantasztikusan tehetségesek. Ehhez viszont az kell, hogy már, ha úgy tetszik, töpörtyű koruktól minden lépcsőfokot végigjárva tanulják a néptáncot, és elsajátítsák, és hogy az az övék legyen. Ez egy milyen folyamat? Hiszen ez egy fontos lépcsőfoka annak is, hogy ez a díj tulajdonképpen jó helyre került. Igen, ez a folytonosság, ez a legfontosabb. Tehát, hogy egy felnőtt együttesnek, ha nincs megfelelő utánpótlás csoportja, akkor igazából ideig, óráig él, aztán egyszer csak így eltűnik a süllyesztőbe. De azt gondolom, hogy az Alba Régiának az utánpótlás nevelése az mindig is erős lábakon állt, és mindig is nagy létszámmal dolgoztunk, ezzel soha nem volt gond, de akár a mostani, mai délelőttöt is, ha nézzük, avval telt a dolgunk iskola kezdés előtt, hogy megfelelő tanári gárdát, órarendet összeállítsuk, és igen, már a 2,5 éves korba nézzük, hogy ki legyen a tanára azoknak a tipegőknek, akik majd jönnek hozzánk. Úgyhogy igazából ez a folytonosság, ez már szinte ott kezdődik, hogy a fiúk, lányok így egy picit már tudnak járni, és jöhetnek hozzánk. És ha ez megvan, ez a folytonosság, nekünk nagyon könnyű dolgunk van ott a táncházban, mert olyan tanulók, olyan gyerekek, olyan táncosok jönnek hozzánk, akik szeretnek oda járni, először nyilván a szüleik iratják be őket, de aztán minél korábban beiratják, megszokják ezt a fajta légkört, ezt a munkamorát, és a felnőtt korukra már nekünk igazából nincs nagy gondunk velük, abszolút. Barátokra lelnek értelemszerűen. Társaságra, és csoporta, társaságra, így van. Ami mindig csak ad. Mert azt hiszem, a népművészet akár ebben a 21. századi világban is nagyon-nagyon sokat ad a népi kultúra. Ismerkedjünk meg azzal a csapattal, akik
sokat tesznek ezért, hiszen mi azt látjuk, hogy felmegy a tánckar, és táncol, és mi örülünk, tapsolunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan táncpedagógusok tanítanak, akik a szakma, a hivatás sokkal inkább nem szakma, ez én azt mondom hivatás, csínyát, bínyát ismerik. Igen, ez érdekes, mert a közönségnek nyilván ebből nem kell látni semmit, hogy mondjuk volt legutóbb egy mesenép előadásunk, 18 órakor kezdődött, de azt nem kell tudnia senkinek, hogy a társaságnak, a csoportnak a nagy része 17 órakor még munkába volt, és onnan kellett sietniük, beesniük. Tehát, hogy ez még mindig sok esetben így magyarázandó dolog, hogy mi jó értelemben amatőrök vagyunk, tehát inkább azt szoktuk mondani, hogy nem hivatásosok, mindenkinek megvan a saját polgári foglalkozása a táncosok között, és mégis olyan feladatokkal és olyan programokkal tudunk kiállni, ami igazából már a hivatásos fele menne. Tehát, hogy nagyon sok lemondással és idővel jár ez a dolog, de hát a végeredmény az, azt gondolom, hogy mindig pozitív. Ebben azért nagyon fontos szerepet játszik az egyesület, ami ugye nem olyan régen alakult, tehát nem 75 éves, de én azt mondom, hogy vezető népművészeti műhelyként fontos, hogy az egyesület szervezze és tegye hozzá mindazt, ami a hétköznapokon szükséges ahhoz, hogy egy fellépés valódi ünnep lehessen. Így van, tehát az egyesület a fenntartója az együttesnek. És egyéb olyan kiegészítő programokkal, tevékenységgel dolgozunk és járulunk hozzá ez a nagy egészhez, hogy ez mindig biztosan működjön. Tehát, hogy csak a felnőtt együttesnek a léte az mai világban azért nem biztosított, én azt gondolom, ebbe az amatőr szakmába. Nagyon sok mindenhonnan oldalról, föntről, alulról meg kell támogatni ezt különböző olyan kiegészítő tevékenységekkel, ami ezt az egészet szolgálja. És én azt gondolom, hogy amatőr együttesként, így akár csak így a média megjelenéseinket nézve, programjainkat, ha nézzük, akkor nagyon, nagyon jó helyzetben és nagyon jó helyen állunk így ebbe a rendszerbe. Hogy épül fel a művészeti iskola? Hiszen beszéltünk arról, hogy a kicsiktől a nagyocskákig fontos, hogy olyan szakemberek tanítsanak, akik megfelelő szintet képviselnek. Igen, a művészeti iskola egyébként úgy épül fel, hogy 6 éves kortól lehet beiratkozni a művészeti iskolába, de mi már azért ezt megelőzzük óvodáskorba, illetve a tipegők, akik még igazából még óvodáskort se értek el, már ott kezdjük az oktatást, az nem művészeti iskolai kereteken belül történik, hanem az szakkör jellegűen. És 6 éves kortól, az első osztályos tanulóktól egészen 22 éves korig elvileg művészeti iskolába járhatnak a tanulók, és felmenő rendszerben vannak nálunk ezek a csoportok. Itt vannak ezek a különböző népi étel elnevezések, mint a keszőce, a derce, a kókonya, a pulutyka. Ilyen csoportokkal jelezzük ezeket a különböző korosztályokat. És akkor igazából a művészeti iskolát, amikor kijárják, és már ifjúsági korosztályba kerülnek, onnantól pedig a nagy együttes várja a megfelelő elszántságú táncosokat. És amikor a nagy együttesnek egyszer csak valami miatt, munka és egyéb családi elfoglaltság miatt egyszer csak vége kell, hogy szakadjon, egy idő múlva visszatalálnak ezek a táncosok a szenior csoportba. Úgyhogy egy nagyon szép körforgása Igen. van ennek az egész. Jó, hát több generáció együtt, boldogságban, örömben. A milyen megmérettetések várnak egyébként a kicsikre, hiszen amikor elindulnak, akkor egyre inkább nő az igény arra, hogy a közönségnek is, egyik oldalról a közönségnek, másrészt pedig a szakmai szervezetek előtt is megmutassák tudásokat. Hát mondjuk, ha a legkisebbeket nézzük, egy elég nagy megmérettetés volt az idei királyi napok óriási, jó minőségű és gyönyörű színpadán ezeknek a
6-7 éves gyerekeknek fellépni. És igazából nem is ők izgultak először, hanem mi oktatók, hogy úristen, ezek a gyerekek azon a hatalmas színpadon hogy fognak létezni. Hát nagyon jól bebizonyították, hogy léteznek, és nagyon jól léteznek. Igazából kiskorban ezek a évvégi, félévi bemutatók, ezek a nagy megméretetések. És ahogy nőnek, ahogy idősödnek, egyre több olyan fesztivál verseny, tanulmányi verseny van, koreográfusi verseny, ahova folyamatosan visszük ezeket a gyerekeket, és egyszer csak így belenőnek ezekbe a fesztiválokba, versenyekbe, és felnőtt korukban már igazából ezek a megméretetések már úgy számítanak rá, tudják, hogy mivel jár ez, és így beletanulnak ezekbe. Ha már a koreográfiáknál tartunk, nagyon-nagyon fontosak értelemszerűen. Azért tudjuk, hogy Magyarországon számos olyan táj, olyan vidék van, ami a népi kultúrában kiemelt szerepet játszik. Milyen alapokon kerestek koreográfiát? Itt gondolok elsősorban nyilván, hogy nem ugyanazt táncolják a töpörtyűk, mint a felnőtt csoport. Igen, mindegyik, ha a kicsiket, ha az egészen a felnőtteket nézzük, mindenféle színpadi produkció vagy koreográfia elkészítését az anyagtanulás előzi meg. Ha ez nincs meg, ez az alapos, szinte anyanyelv szinten történő elsajátítás, akkor a koreográfia nem fog működni. Tehát, hogy ezt a mai napig a felnőttekkel, ha tanulunk egy olyan új koreográfiát, ami lehet, hogy már előzőleg ismert volt táncanyag szintjén, újra és újra előről el kell kezdeni. Tehát legkisebb korban pedig nem is igazán a produktum a lényeg, nem is igazából a koreográfia, hanem hogy meg tudjanak tanulni úgy táncolni egy-egy táncanyagból, hogy szabadon, improvizálva tudjanak létezni. És utána az, hogy színpadra kerül, az nyilván egy fontos dolog. Fontos a szülőnek, fontosnak a gyerekeknek is, hogy valami produktum legyen, de azért itt az arányok még mindig inkább az, hogy a tánc szeretete meglegyen. És a mozgáskultúra tanítása, így van, az rendkívül így fontos. Ilyen értelemben rendkívül felelősséggel jár koreográfusnak lenni, gondolom én. Hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy azért bizonyos értelemben ez egy verseny is. Mert hogy kismillió tánccsoport van, és kevésbé sikeresek is, és nyilván ez a koreográfia minőségét és a koreográfus elkötelezettséget is jelzi. Hogy lehet ezt a mindennapokban átszőni, hiszen ahogy beszéltünk, a próba az mindig a mindennapokban van, és akkor ott van a végén az ünnep. Hát mi is folyamatosan változunk. Tehát nyilván én magam is 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt egészen máshogy álltam hozzá egy műsor, vagy egy koreográfia megvalósításához, és én is változom. Nyilván én is kitekintek, nézek más együtteseknek műsorait, és olyan igények merülnek fel bennem is, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Ez az a jó, ha ez mondjuk egyezik a közönség igényével is, és akkor mindenki boldog. Tehát, hogy nyilván dolgozunk több koreográfussal, külső koreográfussal is, de azért én azt gondolom, az Alba Régiának az mindig egy nagyon nagy előnye és ismérve volt, hogy főleg a saját vezetőinkből és koreográfusainkból tudtuk megoldani ezeket a műsorokat. Persze hívtunk mindig külső, akár egy rendezőt, Novák Pétert, mindig voltak külső koreográfusok is, de ez szerintem egy nagy büszkeség, hogy saját dolgainkból meg tudjuk oldani ezeket. Mennyit segítenek azok a tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, amelynek mentén hozzá lehet jutni a legújabb elvekhez, illetve a gyakorlatot megosztani, hiszen nyilván mindenkitől lehet tanulni. Igen, mi például a feleségemmel két éve még iskolapadba ültünk ismét egy évig. Egy ilyen mesterpedagógusi szakot végeztünk el, tehát hogy nekünk is nyilván van lehetőségünk még tanulni, meg továbbképzéseken részt venni. De az is nagyon fontos, hogy mi tudunk olyan továbbképzéseket biztosítani itt a saját vidékünkön, akár, de országosan is, ha nézzük, hogy ez a néptánc csoportvezetői tanfolyamunk, amit már évtizedek óta az Egyesület fennhatósága alatt szervezünk, feleségem vezeti ezt a tanfolyamot. Idén lassan 80 emberrel fogjuk elindítani ezt a tanfolyamot. Ennyien még soha. Tehát nagyon nagy igény van, és
ilyen szempontból is jó a hír ennek a műhelynek, hogy ide érdemes eljönni. Bizonyos értelemben elvárás is nyilván, hogy a folyamatos fejlődés záloga nem más, mint azért a folyamatos tanulás. A sikerek mennyit erősítenek egy-egy csapaton? Hiszen ugye beszéltünk róla, hogy nagyon a taps a legfontosabb, nyilván a közönség tapsánál nincs jó. Az biztos. Ugyanakkor, ha egy szakmai zsűri előtt kell fellépni, és ez sikerrel jár, az is megerősít, gondolom én. Abszolút. És a sikerekben abszolút nincs hiány. Abszolút. Szerintem ez a szakma, ez pont ez a művészeti ág, mint a néptánc, de azt gondolom, hogy szinte mindegyik művészeti ág, ez erről szól, hogy így, ahol szakmai zsűri van, meg ahol közönség van, e között a két dolog között kell úgy lavírozni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát, hogy a szakmai közönségnek a szakmaisága az meglegyen, az együttesnek a szakmaisága az minden szempontból meglegyen. A közönség szempontjából pedig olyan populáris és olyan befogadható műsorokat szeretnének látni, ami meg nem mindig cseng össze a szakmaisággal. Tehát, hogy lavírozunk-e között a két dolog között, de ez teljesen természetes, és szerintem meg szoktuk találni ezt a kis arany középutat ebben. Igen, hát ha látjuk, akkor mostanság például itt volt most a Királyi Napok Folk Fesztivál keretében a Duna Művész Együttes, teljesen más táncik, mint a Nemzeti Tánc Együttes. De azt hiszem, hogy a nézőnek is kell, hogy többféle impulzus érje ilyen értelemben. Abszolút, én azt gondolom, hogy ez a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak a hiánya, ami most már tényleg a hiányát érezzük, azért ez a pozitívuma biztos, hogy megmaradt, hogy tudtunk olyan hivatásos együtteseket hívni ide az elmúlt 2-3 év során, akikkel nem mindig találkozhatott a közönség. És az is nagy büszkeség, hogy mindegyik hivatásos együttesben egy-egy fehérvári táncos, vagy akár több is a végén meg tud hajolni hazai közönség előtt. Tehát, hogy nekünk ez egy nagyon jó lehetőség volt, hogy meg hát egy kicsit kényszer is, de jól jöttünk ki ebből a dologból, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy a közönség a hivatásos együtteseket is megismerje itt Fehérváron. Azt tapasztaltuk, és gondolom, hogy a néptánc kedvelők is felfigyeltek rá, hogy egyre több olyan tánc jelenik meg, ahol történetet meséltek el. És ez nem csak a felnőtt együttesnél. Én nagy örömmel vettem például a Pulutyka csoport koreográfiáját, de a Mesenép ugyanígy, hisz a Petőfi nem különben, és azt hiszem, hogy ez egy jó út. Ez lehet a jövő, hogy a tradicionális táncok mellé történetmesélős táncokat, különböző népszokásokat megismertetve a nézőkkel tanítsátok? Igen, a jövőnek az egyik része és egy nagyon erős útja az ez, az biztos. A közönségnek van egy ilyen igénye. És ezt abszolút nem úgy mondom, hogy a úgymond sima folklór számoknak el kell tűnni a színpadról, mert anélkül viszont nincs meg az alap, nincs műsor. Tehát, hogy ezek a műsorok, amiket mi is táncjátéknak vagy táncjelenzi produkcióként előadunk, ezek külön koreográfiákként is megállják a helyüket, és akárha mi úgy gondoljuk, akkor elmegyünk egy vidéki helyszínre, és folklór műsort tudunk adni. Ebből egyébként egyre kevesebb van, mert most például bebizonyosodott, az voltunk Szászhalombattán, Tökölön ebbe az ünnepség sorozatba, és ott folklór műsort kellett adni, tehát nem egy komplett műsort, és mégis ezekből a Petőfi, illetve verslábak, illetve mesejátékokból csináltunk egy kivonatot, amiben benne volt a Gábor, Göbülös Gábor, mint narrátor, benne voltak ezek a jelenetek, nyilván úgy, hogy egy szabadtéri színpadon elő lehessen adni, és féltünk először, nekem is voltak kételjeim, hogy ez mondjuk egy szabadtéren hogy él meg. És abszolút izgalmas, és sokkal izgalmasabb volt most számomra, mintha egymás után tettünk volna két-három koreográfiát. De azért ez rendkívüli kihívás. Abszolút izgalmas mindig, minden egyes helyszín, hogy mik a technikai feltételek, hogy fér el az a most éppen két csoportnyi, de az majd egy csoport lesz, több mint 20 pár a színpadon.
Ezek izgalmas dolgok, de azért jók, mert ezeket általában így meg szoktuk oldani, és utána jó érzés, hogy ezt is megugrottuk. Tehát nem adhok alapon készülnek a koreográfiák. Ennek tükrében kérdezem, hogy milyen jövőképe van az együttesnek? Mire készültek mostanság? Jövőképünk az nagyon meghatározza a jövőképünket, az, hogy jövőre 75 éves az együttes. Két éve húzom, halasztom azt a felkérést, amit a Hagyományok Háza kért tőlünk, Botos Józseftől és tőlem, hogy az együttes a Botos Józsefnek a koreográfiáiból, illetve az én koreográfiáimból egy estét állítsunk össze. Ezt húztam, halasztottam, mert mindig volt annyi más feladatunk, hogy nem fért volna bele, és tudtam, hogy ez a 75 éves évforduló, ez pont alkalmas lesz erre. Úgyhogy ennek fogunk most nekiállni, ez is egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy a Bécinek a díjnyertes koreográfiáiból összeállítani egy 40 percet, belevonva azokat a régi táncosokat, akik még abszolút hadrafoghatók, és azt gondolom, hogy ikonikus tagjai voltak az együttesnek, illetve a mai együttest is bele kell ebbe vonni, illetve itt vannak az én dolgaim, amit én követtem el, abból állítunk össze egy 40 percet, és ez lesz az elsődleges feladat. Ebből fogunk kiindulni. Emellett nyilván a most játszott darabokat, mesenév, verslábak, ezeket folyamatosan úgy látjuk, hogy igény is van. Rendkívül igény, ezt megerősíthetem. Igen, meg izgalmas is, hogy kétféle táncjátékunk van, az egyik egy felnőtteknek szóló, másik meg hát gyerekeknek is, de azt gondolom, hogy felnőtteknek is szóló, és minden közönség más, és mindig más az egész, úgyhogy nem nagyon tudjuk ezt megunni. Nyilván most ezzel a 75 éves évfordulóval ezek a plusz koreográfiák egy jó nagy feladatot hárítanak ránk, illetve a fiataloknak, a fiatal generációnak a felkerülése a nagy együttesbe. Itt meg egy csapatépítésről van szó, egy új együttes kell felépíteni, ami igazából szerintem nem lesz egy nehéz feladat, ha minden dolog adott hozzá. Igen, hát kivételes lehetőség előtt állnak a fiatalok, azt hiszem, hogy egy jól működő csapatba beilleszkedni remek koreográfusokkal, pedagógusokkal, az egy jó dolog. Mikor látunk benneteket legközelebb Fehérváron? Fehérváron azt tudom, hogy szeptember 2-án Soponyán leszünk a Vad Gasztronómiai Fesztiválon, utána pedig hát ezekkel a verslábak és mese, ja, de megvan, mese nép előadásunk lesz szeptember 29-én a táncházba, úgyhogy szerintem amit most eszembe jutott, az az első lehetőségünk, amikor újra Fehérváron fogunk felépni. Biztos, hogy kihasználják ezt a nézők, mert jó híre ment, jogosan természetesen, arról nem beszélve, hogy a táncház elég kicsi ahhoz, hogy minden érdeklődő bejusson egyszerre. Úgyhogy hát ehhez kívánok minden jót. Köszönöm szépen, köszönjük. És még egyszer gratulálok mindenki nevében, mert azt hiszem, hogy ezt sokan magukénak érzik, mert a népi kultúra, a hagyomány az azt hiszem itt Székesfehérváron jó alapokat kapott. Igen, köszönjük általat. A 75 éves Alba Régia Táncegyüttes minden egykori meg mostani tagja nevébe ezt a gratulációt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az Alba Régia Táncegyüttes 75 éves jubileumáról beszélgettünk Majoros Róberttel, művészeti vezetővel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.